Kocsis Károly vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak az elnöke. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia ilyen nemzetpolitikai apparátusként hozta létre, úgy, ahogy ez a magyar kormányzatnál is megvan, a nemzetegyesítés keretén belül. Ennek a feladata a nemzetegyesítés megvalósítása a tudomány területén. Ugye ennek első lépcsőjeként 1990-ben rendszerváltozás idején az akadémikusok esetében születik majd meg ez a hungarikum fogalom, a külső tagság. Tehát akadémiáknak világszerte vannak rendes tagjai, levelező tagjai és tiszteleti tagjai, de nálunk ez a negyedik oszlop, amely a magyar nemzet megosztottságából ered, hogy vannak külső tagjai, tehát olyan magyar tudós, akinek a kutatási tevékenysége akadémikusi szintű, megválasztja az adott tudományos osztály, és ő elfogadja ezt a kitüntetést, hogy az MTA külső tagja legyen. Ők körülbelül 200-an lehetnek határon túli akadémikusaink. A belföldi akadémikusok számát a törvény annak idején úgy szabályozta, hogy az esztendő napjainak a száma, ahol Észak-Amerika, azon belül kiemelte az Egyesült Államok az, ahol majdnem 100 akadémikusunk van. És nagy örömünkre tőlünk függetlenül a helyi amerikai magyar akadémikus tudós társadalom magától szerveződött meg, és hozta létre a magyar rövidítéssel AMAT-nak nevezhető szervezetet. Ez az amerikai magyar akadémikusoknak a társasága. Ez egy dicséretes kezdeményezés volt. A mai is talán így nevezhetjük, hogy a kemény magnak, itteni akadémikusaink egy részének köszönhetően, akik megvalósították azt az akadémiai célt, amely az volt, hogy az akadémiának is sokkal jobb és intenzívebb a kapcsolattartása, nem egyénekkel kell kapcsolatot tartania, hanem ott, ahol sokan vannak, ott a szervezettel tartja ezt a kapcsolatot. Szabó Sándor vagyok, a California Egyetem Irvine Campusa professzora. Az amat története a 2010-es évek elején kezdődött, 2010-ben lettem az akadémia külső tagja. Először 2015-ben, illetve 2016-ban szerveztük az első konferenciát Newport Beach-en, az UCI Irvine Campus mellett, és ezen volt körülbelül 15 előadó, és a helyi köztestületi tagokkal legalább 30-an vettek részt egy kétnapos konferencián. Tehát így indult az AMAT, és akkor elhatároztuk, hogy ezt évente összejövünk, reprezentálni az akadémia jóval minden szakát, szakrészét, azzal, hogy ne csak orvostudományról legyen szó, mert a legtöbben orvostudomány, természettudományban voltunk, beleértve jó kémikus, mint például a Bodor Miklós, és elhatároztuk, hogy minden évben összejövünk, és a második konferenciát a Záborszky Laci szervezte New Yorkba, utána Washingtonba Ágy Zoli, a Tigyi Gábor Memphisbe, és most vagyunk másodszor New Yorkba. Tehát úgy érezzük, hogy főleg a mostani program az MTA-nak a miniatűr képe volt, mert a tudomány minden ága képviselve volt az idei előadásokon. Először láttuk, én külön jónak tartottam, hogy az orvostudományi témák kisebbségben voltak. A városrendészettől a kémiai nanopartikláikig nagyon jó előadások voltak, tehát az akadémia 11 osztályának a mini képét tudtuk összehozni. Az AMAT-nak szerintem nagy jövője van, nem értünk el mindent, amit az akadémiától kértük, de tovább dolgozunk, és azt hiszem örömmel mondhatjuk, hogy komolyabban vesznek bennünket, hát jófán 100 emberről van szó, ezek közül körülbelül fele aktív, tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül 40 ember, akire lehet számítani. Részben azért, mert sokan koruk miatt visszavonultak, és nem aktívak, nem csak az akadémiai körülben, hanem a saját tudományos körülbe is, de
Ez a 30-40 ember, a 10, ami különösen aktív, tovább viheti a MTA zászlóját az amerikai területeken. Közreműködni szeretnének, mind a kormánnyal, mind a Magyar Tudományos Akadémiával azzal, hogy ez az agyelszívás, kiáramlás megfordulhasson, felderíteni azokat az okokat, amelyek eddig akadályozták a hazatérést. Hiszen ennek a szellemi peregrinációnak középkori gyökerei vannak. Mindig is volt, hogy a tehetségesek kimentek észak-itáliai vagy közép-európai egyetemekre, és hazavitték a tudást az óhazába. Ugye ez ismét egy visszafordítható, visszaforduló folyamat legyen, mint hogy a középkorban is volt, ebben ők is legalábbis Egyesült Államok esetében szeretnének közreműködni, amelyért ezúton is hálás köszönetet szeretnénk nekik mondani. Az ösztöndiakról, az IAK-kal nagyon aktív program volt 2-3 éve ezelőtt, és ezt továbbra is folytatjuk. Például Memphisben 3 díjat adtunk ki, utána még különböző meetingeken kisebb díjakat is juttattunk a Kárpát-medencei fiatal magyar kutatóknak. És ezt továbbra is akarjuk folytatni, olyan szinten is, hogy meggyőzni fiatal kutatókat, magyar származású kutatókat, hogy menjenek vissza Magyarországon labort alapítani, vagy teljes állásba, vagy félállásba, hogy megtartják a laboratóriumot az USA-ba, vagy Nyugat-Európába 6 hónapig, vagy 9 hónapig, és utána otthon töltenének pár hónapot. Úgyhogy az ösztöndíjak mellett egy áttelepítési program is indul, amit valójában az Árt Zoli szponzorált és dolgozott ki.